A múlt héten ünnepeltük a hálaadás ünnepét, de a köszönet nyilvánítást nem csak egy nap, hanem egész évben gyakorolnunk kell. Tudták, hogy a kutatások szerint a hálás hozzáállás segíti a kapcsolatokat, és még az egészségnek is jót tesz. Lori Johnson inspiráló riportja következik. A Biblia évezredek óta egyértelműen fogalmaz, legyünk hálásak, az orvosok pedig most ugyanezt erősítik meg. A tanulmányok szerint a hálásabb emberek többet mozognak, egészségesebben étkeznek, és arra is figyelmet fordítanak, hogy rendszeres orvosi vizsgálatokra menjenek. A segítőkész hozzáállás csökkenti a betegségek tüneteit, és elősegíti a jó alvást. A hálás emberek sikeresebben küzdenek meg a nehézségekkel. Náluk kevésbé fordul elő a posztraumatikus stressz, a depresszió és az idegesség. A hálás hozzáállás segít megbirkózni a stresszel és a negatív élethelyzetekkel. A stressz fontos szerepet játszik a különböző fizikai problémák kialakulásában. Gyengíti az immunrendszerünket. Emiatt sebezhetőbbé tesz a különböző betegségekkel szemben. Ráadásul a családi, baráti kapcsolatainkat is javíthatjuk általa. A kutatások egyre inkább azt igazolják, hogy kapcsolataink minősége nagyban hozzájárul egészségi állapotunkhoz. Ha hálásak vagyunk, azzal kapcsolataink minőségét is javítjuk. A legtöbb ember alapesetben nem hálás, ezért az Új meg a szívünk nevű szolgálat arra tanítja az embereket, hogyan gyakorolják a hálás hozzáállást. A szolgálat vezetője Nancy Leigh Demosz, akinek országos rádióműsora is van. Szerinte a háladás azzal kezdődik, hogy kifejezzük Isten felé, hogy nélküle nem származik semmi jó. Csak a poklot érdemelném, de te ennél sokkal többet adtál, mennyet és örök életet, Jézus Krisztust és a Szent Szellemet. Ó, Uram, ha ennél többet soha nem adnál, csak megmentenél a bűneimtől, már akkor is áldott ember lennék. Az egész örökké valóságban hálát fogok adni. Szerint a hozzáállásunk kiépítésén folyamatosan kell munkálkodnunk. A hálaadásnak életformává kell válnia. Sajnos sokan rossz szokásokkal rendelkeznek, nyafognak, panaszkodnak, morgolódnak, és azon sopánkodnak, hogy miért alakultak így a dolgok. De ezen változtathatunk, ha nem a körülményekre figyelünk, hanem azt mondjuk, Uram, te csodálatos vagy, hálát adok az Úrnak, mert ő jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Válaszd a hálaadást című könyvében Nancy azt ajánlja, hogy egy teljes hónapon át figyeljünk oda a háladásra. Vezessünk naplót, és írjunk le minden kis és nagy áldást, ami ért bennünket. Rájöttem, hogy ha fegyelmezett vagyok, az segít, hogy tudatosítsam magamban azokat a dolgokat, amiket egyébként észre sem vennék, vagy elfelejtkeznék róluk. A 103-as Zsoltár pont emiatt tanácsolja, ne felejtkezzél el semmi jótéteményéről. És ha már elővettük a tollunkat, írjunk köszönő levelet azoknak, akiktől jót kaptunk. Ez lehet egy e-mail vagy SMS, ahogy tetszik. Ilyet én is írok, de emellett a régi módi kézzel írott lapokat is alkalmazom. Hálás vagyok, hogy gondoltál rám, köszönöm a kedvességed, köszönöm, hogy segítettél. Lehet, hogy némelyek ezen meglepődnek, hiszen manapság nem divat az ilyesmi. De itt ne álljunk meg, naponta többször hangosan is fejezzük ki hálánkat. Abban nagyon jók vagyunk, hogy arról beszélünk, bár csak valami megtörtént volna, vagy ne történt volna meg. Ahelyett, hogy megköszönnénk Istennek és az embereknek azt, amink van. Tehát az egészségünk érdekében hozzunk tudatos döntést, hogy hálásak leszünk sokszor és minden nap. Ez nem könnyű, de megéri a fáradtságot. Lori Johnson, CBN.